engesztelő ima a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, alázatosan kérjük örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeknek, akiket te magad gyermekeidként fogadtál, akik téged nem szerette, elutasította, és a neked járó tiszteletet sem adták meg. Engesztelésül felajánljuk a szeretetet és a jóságot, a te mindenek felett szeretett fiadat, Jézus Krisztus. Szenteltessék meg a te neved. Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a te szent nevedet nem dicsőítették, sokszor méltatlanul kiejtették, és nem kellő tisztelettel használták. Engesztelésül felajánljuk neked mindazokat a szent beszédeket, amelyeket a te drága szeretett fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus itt a földön, a te szent neved megdicsőítésére mondott. Jöjjön el a te országod! Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a te szent országodat nem keresték forró szeretettel és áhítatos igyekezettel, hanem sokszor csak földi javakkal gazdagodtak. Engesztelésül ezekért a sokféle bűnökért felajánljuk neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak nagy vágyakozását, hogy mindenkit a te szent országodba juttasson. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a te szent akaratodnak önkéntesen nem rendelték alá magukat, hanem sokszor önfejűen, saját akaratok szerint cselekedtek, és így a te szent akaratodat nem követték. Engesztelésül felajánljuk neked Jézus isteni szívét és az ő nagy alázatosságát. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért ellenségeiket nem szerették és nem bocsátottak meg nekik. Engesztelésül felajánljuk a te mindenek felett szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak szavait, amelyeket a keresztről mondott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És ne vigy minket kísértésbe. Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a nagy kísértéseknek nem álltak ellen, hanem a gonosz kísértéseit követték, és így bűnbe estek. Engesztelésül felajánljuk neked az engedelmességét és fáradtságos munkáját, minden keserű szenvedését, szent vérét, szent sebeit, és halálát a te mindenek felett szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak. De szabadíts meg a gonosztól. Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, és vezesse őket velünk együtt
a te mindenek felett szeretett fiad, Jézus Krisztus, a te országodba és dicsőségedbe. Ámen. Ima eltávozott szeretteinkért. Istenünk, áld meg emlékeinket, töröld le a könnyeinket. Erősítsd meg hitünket abban a tudatban, hogy nincs mitől rettegnünk, mert akár éljünk, akár halljunk, mindig a tiéd vagyunk. Szeretetettől semmi sem szakaszthat el, sem életünkben, sem halálunkban. Halottaink porainak adj csendességet, zavartalan pihenést. Lelkünknek örök üdvösséget atyai kebleden. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.